Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogyan tudtok falusiakkal beszélgetni. Korábban volt már ilyen videóm, az még 1.8-as volt, több parancs kellett hozzá, meg hát sokkal kevesebb lehetőség volt. Hát ezek miatt egyrészt kevesebb parancsal, másrészt sokkal kifinomultabban lehet összerakni egy ilyet. Én csináltam ide egy Józsit, akivel hogyha beszélek, tehát ha tulajdonképpen használok, megnyomom a jobb gombot, akkor azt mondja, hogy Hello Józsi vagyok. Jó, mondjuk nem írtam ki az elejére nevet, ez csak egy ilyen gyors példa. És van egy Jolink, aki pedig követ ad, hogyha megszólítjuk őt. Az alattuk lévő kommandokok csak a megidézésükhöz kellenek. Maga a szerkezet ez az 5 parancs, úgyhogy nagyon gyorsan össze lehet dobni, főleg, hogyha itt van ez a videó, és csak kimásolod a parancsokat, és átírod a megfelelő helyen. Na, de lássuk, hogyan lehet egy ilyet összerakni. Kezdésnek adtam magamnak előre command blokkokat. Kezdjük a falusiakkal, és itt megragadom az alkalmat, hogy mutatok egy jó módszert, hogy hogyan érdemes így... hogy is mondjam, így entitásokat így kikísérletezni, ugyanis sokszor van az, hogy így nem elsőre sikerül megírni a summon parancsot, hanem az ember így próbálkozik. Ilyenkor érdemes azt csinálni, hogy nem csak egy summon parancsot futtasz el mindig, hanem először egy kill parancsot, tehát mindig kinyírod az előzőt. Hoppá. Szóval itt előre megírom a kill parancsot, mondjuk név szerint legyen Józsi, ékezetes betűt nem merek írni, úgyhogy csak rövid dolga lesz. Elsőnek kinyírjuk Józsit, és utána megidézzük, és akkor így mindig így egy Józsi lesz. Nem akarom, hogy elmenjen, úgyhogy bírom ezt, hogy no AI, ilyenkor így szoborként áll. Ja, és a neve is fontos, hogy legyen neve. Úgyhogy a custom névvel beírom azt, hogy Józsi, és hogy ez így mindig látszódjon, mondjuk szeretném, hogy mindig látszódjon, az pedig a custom name visible, és akkor ez így logikai legyen egy. Akiknek nem mennek ezek a tagok, azok nyilván summon generátort használ, hagyd ne kelljen megmutatnom, hogy beírod Google-be, tehát hogy menjen már az ilyesmi. De ez egy nagyon fontos tag, a falusiak MBTA-ben ugye tárolva van, hogy ők mit, mire cserélnek, tehát ez a trade-es dolog, úgyhogy ezt ki kell lőnünk, hogyha használjuk őket, de hülyén hangzik, tehát ha jobb gombot nyomunk, akkor ne jöjjön elő ez az ablak, csak beszélni szeretnénk vele. Ez egészen pontosan az offers, és ez egy object, úgyhogy kapcsolzárójelek kellnek neki. Ez annyit jelent, hogy nem egy egyszerű értéke van, mint mondjuk a névnek, ott ugye csak egy szöveg, vagy itt a no AI-nak, ott az megint csak egy ilyen logikai érték, hogy igen, nem, hanem ebben több tag van, úgyhogy ez ilyen kapcsolzárójeles dolog, és ezt így üresen hagyjuk, nem írunk bele semmit, csak a zárójeleket rakjuk le. Hát ez azt jelenti, hogy üres. És akkor, ha ezt most így lefuttatjuk, akkor lesz elvileg egy Józsink, igen, aki ott lebeg. És hiába nyomom, most nyomom, igen, csak nem látszik, de megpróbálok hangosan kattintani, hogy nem jön elő ez az ablak. Úgyhogy ez nekünk tök jó. És hogy látványosabb legyen, le fogok rakni egy másik falusit. Egy kicsit arrébb. Hát az ő neve nem is tudom, legyen mondjuk Joli. Joli. Szerintem nincs is Joli ismerősem. Úgyhogy csinálok egyet. Remélem nem ugyanolyat fog idézni. Hát sajnos Joli ugyanolyan ruhája, úgyhogy megmutatom működésben ezt a kis dolgot, amit itt mutattam. Tulajdonképpen szerkezetet, ez már 2 parancs, úgyhogy ez már egy szerkezet. És akkor ugye mindig megöli az előzőt, és csak egy Joli van. És akkor nem tetszik valami Jolin, akkor átírom, megnyom a gombot. És akkor így nem kell bajlódni a törlésem, automatikusan megcsinálja nekünk. De igen, közben a chatet meg telehánytam, úgyhogy... Command block, output és false. Ezt is nem tudom, hány szót kérdezitek, ez a parancs, és nem fognak most már üzenni. Egy. Na szóval van 2 falusink, akikkel így lehet beszélni, őt is nyomogatom. És nem jön el az ablak, ez tök jó. A varázslat a dologban az, hogy van egy score, ami számolja azt, hogy megszólítunk egy falusit. Úgyhogy ezt a score-t fel kell vennünk. A szerkezet ugye érzékelni fogja, hogy ó, nőtt az értéke, azt is meg fogjuk nézni, hogy melyik falusitól nőtt. Pontosabban nem egészen így, sajnos azt ugye nem tárolja a score, hogy kivel beszéltünk, csak az, hogy valakivel beszéltünk. Úgyhogy mi a legközelebbi falusit fogjuk kijelölni, valószínűleg vele beszéltünk, és akkor lefuttatunk egy parancsot, attól függően, hogy milyen neve van, Józsi vagy Joli. Mutatom a score-t, scoreboard, objectives, add, milyen neve, legyen mondjuk Duma. Az 1.8-es videóban is Dumának vettem föl. És ennek a score-nak a neve az stat.talkToVillager. Nyomok rá egy ilyet. Jó, most ez nem fog látszódni, úgyhogy kirakom oldalra. Scoreboard objective, set this space sidebar, és akkor a score neve, a dumát.
Most nincsen értéke, ezért nem látszódik ott oldalt, de hogyha megszólítom Jolit, akkor már látszódik. Jakánsz, ha megnyomott, növekszik az értéket. Ez tök jó. Józsinál ugyanez. Na igen, viszont azt nem tudom, hogy most melyikkel beszéltem, ő csak számolja, hogy beszéltem valakivel, úgyhogy, mint mondtam, most a legközelebbi falusit fogjuk megtalálni. Hát nem is tudom, mondjuk csak így ide lerakom. Elmondom a lépéseket. Az első lépés, hogyha nőtt ez a Duma score, akkor a legközelebbi falusit így kijelöljük. Rakunk rá majd egy teget, majd mutatom. És ezután jönnek parancsok, hogy a kijelölt falusinak attól függ, hogy mi a neve, lefuttat mondjuk egy terrót. De lehet akármi más is. És a végén pedig egyrészt levesszük ezt a kijelölést a falusiról, másrészt a Duma értéket lecsönkedjünk nullára, hogy újra lehessen használni. Nyomok egy olyat, hogy execute, és ha bármelyik játékosnak a score dumája legalább 1, akkor a legközelebbi falusi rakunk egy taget. Ez pedig score. Ugye ezt korábban mondtam, ez a tag azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy címke, és selectorban lehet rá hivatkozni. A selector az úgy néz ki, hogy kukac e, és nekem a legközelebbi falusi kell. Tehát egyrészt type egyenlő villager, ez most így az összes falusi, a legközelebbit pedig úgy tudom, hogy c egyenlő 1. Legyen mondjuk beszélő, persze ékezetek nélkül. Aztán a következő lépés, ugye a két command block, Józsinak meg Jolinak a dumája. Utána a következő az, hogy az egészet reseteljük tulajdonképpen. Itt kérdés scoreboard, és akkor mindenkiről levesszük azt, hogy beszélő. A következő pedig, hogy ugye a játékosról vesszük le ezt a Duma score-t, illetve csökkentjük nullára. Minden játékosnak a dumája legyen nulla. Na király, már csak ugye a terrorok hiányoznak. Itt ugye főleg a selector a lényeg. Kukac e. Ez egyrészt van itt egy olyan címke, hogy beszélő. Másrészt a neve pedig az, hogy Józsi. Akkor ő mondjuk nem is tudom. Ha csak egy ilyen sima szöveg lesz, azért rakok bele két sortörést. Ez a backslash n-nel lehet, hogy átláthatóbb legyen. Mondjuk az, hogy hello, Józsi vagyok. Most ezt az egészet másolom. És beillesztem ide, ezt így átírjuk Jolira, ez Joli lesz, de mondjuk Joli ne beszéljen, tehát most megmutatom azt, hogy nem csak beszédről van szó, itt bármilyen parancsot le lehetne vele futtatni, mondjuk nem is tudom, ad nekem valamit, mondjuk ad egy követ. Most így azt hittem, hogy a legközelebbi játékos, de ezt akár lehetne módosítani arra, hogy ide a selectorba ugyanúgy megírom, hogy akinek a dumája egy, tehát aki beszélt vele. Ezt most így nem fogom tudni szemléltetni, mert egyedül vagyok a pályán, úgyhogy ezt most hagyom. De ez bármi más lehet, akár mondjuk egy másik rendszert is elindíthat. Mondjuk egy ilyen küldetés, leadás, felvevés dolgot. Korábban már csináltam róla videót, azzal a rendszerrel össze tudjátok ezt kötni, és kalandpályán tök jól néz ki, látványos megoldás, hogy oda kell hozzá menni, megszólítani, kérje, hogy mit szeretne. Hogyha megvan a tárgy, ugyanúgy meg kell őt szólítani, és akkor elveszi, stb. Ugye ezeket a dolgokat ott is mutattam. Na most ezt a beszélgetés részét még így hozzá tudjátok adni. Na most ezt a Dumát le fogom nullázni, mielőtt beindítom a rendszert, még nem fut. Mert ha ezt most így elindítanám, akkor ugye több mint egy a szkórom, úgyhogy vagy Józsi beszélne, vagy Oli adna egy könyvet, nem tudom melyik van most a közelebb. Na most ezt itt átállítom ugye Always Active-re. Most már aktív. Tehát most, ahogy oda megyek Józsihez, hoz, azt mondja, hogy hello, Józsi vagyok. Ha pedig oda megyek Jolihoz, ad egy könyvet. Így. Persze nyilván meg lehet hackelni a rendszert, hogyha úgy szólítom meg az egyiket, hogy a másikhoz vagyok közelebb. Ezért hagytam közöttük ekkora távolságot. Mondjuk itt állnék Joli, mert is innen is tudnám használni Józsit, akkor követ kapnék, mert Joli van közelebb. Szóval ezért érdemes a kalandpályákon erre odafigyelni, és elég helyet hagyni a falusiak között, vagy valahogy elválasztani őket. Akár távolsága, hogy messze vannak egymástól, akár valamilyen akadálya, hogy fal van közöttük, és akkor... Hát mondjuk a fal az nem feltétlenül segít, de teljesen mindegy, tehát hogy ezt tartsátok szem előtt, azt akarom mondani. Nyilván ez azokra a falusiakra vonatkozik, akikkel lehet beszélgetni. Tehát most teleszórhatnám egy rakás falusival, őket hiába szólítom meg, ugye... Ha nem Józsi vagy Joli a nevük, akkor tök mindegy. Ja igen, én most ugye név alapján választottam ki a falusiakat. Meg lehetne csinálni azt is, hogy taggel. Na most egyrészt van ez a beszélő tag, úgyhogy ide nem lehet még egy taget írni mellé, úgyhogy így nem. Viszont, hogyha írsz egy másik execute-ot, akkor úgy már igen. Nyilván akkor úgy kell megírni a score-t, hogy nulla távolságra legyen, tehát erre egyenlő nulla. Azt is be kell rakni a score-ba, vagy mi a selectorba.
De szerintem általánosságban mindenkinek elég lesz a név alapján, hiszen különböző nevű falusiakat használtok, szóval elég lesz az. Illetve az ékezetes nevekkel nem tudom, hogy működik a játék, de próbáljuk ki. Ugye nem tart semmibe, idejövök, ezt itt átírom. Hosszú óra, hogy Józsi legyen. Lefuttattam, lecseréli. És ugye itt is. És ugye ebben a szelektorban is most már hosszú ósakat keresek. Ennyi. És akkor nézzük, hol vagy. Itt. És működik. Jó, akkor ékezetes betűkkel is működik, legalábbis hosszú óval igen. Jó, hát igazából ennyi lenne. Amit látjátok, ezzel a pár parancsal tök jó szerkezetet össze lehet dobni. Igen, ezeket a parancsokat is bemásolom a leírásba. Nagy esélyt látok rá, hogy ez volt az utolsó Command Blockos videó, ugyanis 1.12-ben már szöveges fájlokból, TXT-kből is lehet parancsokat olvasni, és hát nyilván sokkal értelmesebb, könnyebb. Mindegy, Facebookon csináltam egy posztot, hogy mennyi előnye van a Command Blockokkal szemben. Úgyhogy ha megjelenik 1.12, akkor nyilván úgy fogok szerkezeteket bemutatni. Úgyhogy sokkal jobb lesz, higgyétek el, sokkal könnyebben átlátható lesz. Persze egy első ránézésre azt fogod látni, hogy úristen, mennyi sor, mennyi parancs, de hát a Command Blockoknál is ugyanez van, most így ránéz egy nagyobb rendszerre, hogy úristen, mennyi Command Block. Tehát igazából nem lesz nagy váltás, nem kell tőle félni. Én személy szerint nagyon várom már ezt a frissítést. Tényleg az az érzésem van, hogy kicsit komolyabban veszik ezt a parancsos részét a játéknak, és most tényleg próbálják megkönnyíteni a szerkezetek elkészítését. Szóval így lehet falusival beszélgetni, használjátok egészséggel, a kézikönyv óvjon.